Itt a Korányi tömbelsőben évek óta több ütemben zajlanak a felújítások. Jelenleg a járdát építik, körbe a játszótér és a park körül. A kivitelezési munkálatokat nézte meg kedd délelőtt a helyszínen dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, és Halkóné dr. Rudolf Éva, a közgyűlés gazdasági és tulajdonosi bizottságának elnöke. A Józsaváros a megyeszékhely egyik legsűrűbben lakott városrésze. Itt a Korányi Közeperjes utca és Korányi Frigyes utca által határolt tömbelső közelében is sokan élnek. Az ő kényelmüket és kikapcsolódásukat szolgálja az a sok fejlesztés, ami az elmúlt években történt. A városvezetés kezdetektől fogva nagyon nagy hangsúly fektet a közösségi terek, játszóterek, járdák, utak megújítására. 2014-től már kézzelfogható jelei vannak ebben a körzetben is ennek az elgondolásnak és elképzelésnek. Csak menjünk vissza egy kicsit az időben és nézzük meg, hogy milyen fejlesztések történtek. A Csalóköz felújítása, a Korányi kerékpárút 2014-ben, majd később a Kosbor utcának a teljes felújítása, és 2018-tól megkezdődött ennek a térnek a rekonstrukciója. Új játszótéri elemek kihelyezése, teljesen megújult zöld felület, majd a Knei Park kiépítése. Ezek mind-mind az elmúlt évek eredményei. Pár héttel ezelőtt pedig átadták a Sallai József kosárlabda ligetet, szintén itt a tömbelsőben. A gyerekektől az időseken át mindenkinek biztosítanak kikapcsolódási lehetőséget a beruházások. A játszótér és környéke már a közösségi térén nőtte ki magát. Az itt élők régóta várták már a járda felújítását, most ez is megvalósul. Ezek a felületek még az 1970-es évek végén épültek. A beruházások sorozatának utolsó eleme a járda felújítás. Erre nyertünk egy pályázatot, ami 50%-os támogatás jelent, a 47,5 millió körüli a beruházás összege, és nagyon örülök, hogy ez itt jövő héten határidő lejárt, tehát nyíregyházi kivitelező végzi itt is a munkát, úgyhogy ez itt elkészül, és lesz egy szép járda. Nagyon sok ember él itt, sok gyerek, halljuk a gyerekzsivajt, sok idős, és ez valóban itt ebben ezen a lakótelepen a házak, emeletes házak között egy üde folt, amit szerettünk volna, és most meg is tudunk valósítani, most már talán teljes körűen. A megújult járdaszakasz hossza 659 méter, teljes területe 2160 négyzetméter. A szegélykövezés, valamint a homokos kavicsréteg leterítése 99%-ban már elkészült. A hiányzó aszfaltozási munkák a hét második felében történnek meg.